az, ami most történik, az egy aljas gazemberség. Erre nem tudok más mondani. Egy aljas gazemberség, amit ez a politikai hatalom ma itt űz velünk. Köszöntöm a kedves nézőket, Red Black vagyok. Itt vagyunk Budapesten a Blinken Osor Centrális Galériában, ahol az LMBT történeti hónap megnyitó ünnepségéhez készülődünk. Idén 12. alkalommal rendezik meg az LMBT történeti hónap rendezvénysorozatot, március 1 és március 31 között. A programokról, a programfüzetből vagy az lmbttörténetihónap.hu honlapról lehet tájékozódni. Igyekszünk nektek kedvet csinálni a programokhoz a mai nap folyamán. Tartsatok velünk! A dezinformáció, a mindenféle kormányzati fóbiák, a közmilliárdokért levezényelt ellenségkép keresés és gyártás ellensúlyozására az archívumnak talán ez az egyetlen helyes, etikus válasza lehetséges. Ugye az LMBT történeti hónapnak a fő cél, hogy bemutassa, hogy az LMBT emberek mindig is a történelem részei voltak, és mindig is azok lesznek, és azt szeretnénk bemutatni, hogy az LMBT emberek milyen jelentősen hozzájárultak a történelembe, a politikához, a művészethez, a tudományokhoz, és az LMBT közösségnek is beszeretnénk ezt mutatni, illetve szélesebb társadalmi közegnek is, és ezen kívül szerintem van egy ilyen közösségépítő célja is, hogy egyrészt az LMBT közösségbe erősítsük az összetartást, az identitást, főleg ugye egy olyan politikai közegben élünk most Magyarországon, ami elég LMBT ellenes, szóval, hogy nagyon sok LMBT embernek fontos az, hogy el tudjon jönni egy olyan művészeti vagy kulturális programsorozatra, ahol biztonságon érzi magát, ahol nem kell attól tartania, hogy atrocitások fogják érni, illetve ahol tényleg élvezheti azt, hogy itt művészetről, kultúráról, politikáról, történelemről beszélünk, de a többségi társadalomnak is fontos lehet az, hogy megismeri azt, hogy az LMBT emberek hogyan járultak hozzá a történelembe, ahhoz, amit elértünk. Szerintem idén és mostanában mindennél aktuálisabb, hogy emlékezzünk arra, hogy az LMBT közösség mindig is része volt a Magyarország történelmének. Most is jelen vagyunk, és a jövőben is jelen leszünk, akárhogy is alakul a politika világa. Nagyon fontos az, hogy ad egy identitástudatot, egy közösségtudatot, aminek borzalmas ereje van, főleg most az adott politikai helyzetben. Azt gondolom, hogy ez így talán még fontosabb. Az, hogy most ennek történeti vonatkozása van, az egy mellékes dolog szerintem. Sokkal fontosabb az, hogy közösséget építsünk, és hogy a programok révén egyszerűen összehozzuk az embereket, és meglegyen az a fajta felismerése mindenkinek, hogy hát mi nem vagyunk egyedül. És az, hogy még ehhez jön egy történelmi vonatkozás, hogy egyébként a történelem folyamán is mindvégig jelen voltunk, vagyunk, és leszünk is természetesen, így azt gondolom, hogy ez még ad egy ilyen plusz löketet és egy plusz erőt, hogy igen, bárki próbálhat bármit tenni ellenünk, nem fog sikerülni, mert itt vagyunk, voltunk és leszünk is, ahogy eddig. Egyre fontosabb szerintem a jelentősége az, hogy megemlékezzünk egyrészt a múltunkról, a gyökereinkről, hogy honnan indultunk, honnan érkeztünk meg, és hogy fontosak vagyunk, hogy minden egyes ember, LMBT ember fontos. Nagyon sokan elmennek külföldre, vagy sokan úgy érzik, hogy a propaganda hatására, hogy értéktelenek, vagy hogy mi másodrendű állampolgárok vagyunk, és a saját identitásunk, életkedvünk fenntartása érdekében nagyon fontosak ezek a rendezvények, hogy bármilyen elnyomás is van, itt vagyunk és itt is leszünk. Szerintem önmagában az fontos, hogy 12 éve folyamatosan sikerül megrendezni ezt a programsorozatot. Egy politikai ellenszélben dolgoznak az LMBT civil szervezetek, és fontos a kiállás, az, hogy láthatóak legyünk a közösség tagjai, a civil szervezetek munkája. Szóval ez nagyon fontos, és minden ilyen programsorozat emiatt kifejezetten fontos. Az, hogy most 12. alkalommal rendeztük meg ezt a hónapot, annak az a jelentősége, hogy ez gyakorlatilag már egy hagyománnyá vált Magyarországon. Tehát nagyon sok országban nincsen LMBT történeti hónap, még akár nyugaton se feltétlenül. Szóval szerintem ez egy abszolút érték, hogy Magyarországon már ilyen régóta van ez a programsorozat, és az, hogy elképesztően sok programot szervezünk, tehát idén is körülbelül 40 program lesz Budapesten és más magyar nagyvárosokban. Szóval ez egy abszolút érték, és büszkék vagyunk rá.
Én a programsorozat egyik szervező vagyok, saját programot nem szervezek. Mi szervezők koordináljuk az egyedi programok szervezését, próbáljuk elkerülni, hogy ütközzenek időben egymással, próbálunk ötleteket adni abban, hogy hol lehet ez a program, hogy hogyan legyen jó a leírása például, vagy a bármiféle reklámanyaga, és együtt, mint LMBT Történeti Hónap reklámozzuk is a saját eszközeinkkel az összes programot. Tehát ez a szervezői csapat feladata. Több mint 40 programunk van az idén, 41, ha jól emlékszem, de most talán annyinál állt meg a lista, aztán még azóta jöttek még egyébként programötletek, és van is, amit meg is csinálnak végül is a szervezői. Fú, ami az én személyes kedvencem, uha. Hát, ami engem nagyon meglepett, hogy nagyon sok drag program van az idén, és ez egészen érdekes, és egészen különlegesnek tartom, hogy a dragek is, a drag queenek is részt vesznek a programsorozatban, hiszen ők is a történelem nagyon fontos részét képezik, sőt, nagyon komoly alakítói. És az, hogy a Töri Hónap be tudta őket fogadni, és egyrészt ők is nagyon sok programot csinálnak, kezdve a poligonos drag partitól kezdve, illetve ugye a te előadásod, ami szintén a drag kultúráról lesz, ez szerintem egészen különleges, illetve ami nekem nagyon tetszik, hogy az idén nagyon sok olyan összművészeti program van, ami tánchoz, valamilyen formában a művészethez kapcsolódik. Konkrétan lesz egy táncos programunk, és itt nem a Sármbára gondolok elsősorban, hanem egy ilyen táncművészeti terápiás program, illetve lesz a kiállítás megnyitó, illetve a kiállítás maga, ahol ugye az alkotók, 13 alkotó és 12 LMBTQ hírességről, illetve olyan emberről, aki a közösség számára fontos, készít alkotásokat, és ezt lehet megtekinteni, illetve a végén lehet rá licitálni. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogy ennyire összművészeti programsorozatot sikerült összeállítanunk az idén. Közel 40 program van, ebből 3 online, 4 vidéken van, Debrecenben, Szegeden, Pécset, illetve a többi Budapesten, közel 28-30 program. A szervezők ugye a Háttér Egyesület, Labrisz Egyesület, illetve a Szimpózion, vannak közvetlen programokat mi szerveztünk, többek között a megnyitó program is ilyen, illetve számos programot beküldtek különböző szervezetek, magánszemélyek, és például séta, kiállítások, beszélgetések, mondhatom azt, hogy országszerte. Az lmbttörténetihónap.hu oldalon, illetve a Facebookon is meg lehet találni ezeket a programokat. Ugye 3 egyesület szervezi a Történeti Hónapot, Szimpozion Egyesület, Labrisz Egyesület, Háttértársaság, a Szimpozion Egyesület az utóbbi években csatlakozott, és gyakorlatilag jelenleg a szervező csapat és az önkéntes csapat jelentős részét szimpozion tagok adják, és erre büszkék vagyunk, hogy a tagjaink nagyon nagy részét kiveszik a szervezésnek. Én ebben az évben főként így a háttérről segítettem be, illetve szóvivő vagyok, de büszke vagyok arra, hogy nagyon sok tagunk, önkéntesünk nagyon szorgalmas és nagyon lelkes, és mindenhol ott van. Jó estét kívánok, szervusztok! Rég szerepeltem már ekkora nyilvánosság előtt, már úgy 5-6 éve, úgyhogy most egy kicsit izgulok, de leírtam a szöveget, és nem fogok elakadni. El szoktam már így idő 70 felé tartva kalandozni. Programokat mindenki szeretettel várunk, nem csak LMBT embereket, szimpatizásokat, szövetségeseket, mindenkit, aki nyitott erre a témára, aki szeretne többet tudni a történelmünkről. Padóc Gergő vagyok, és hát énekelek, meg gitározok egy picit. Az LMBT Történeti Hónapot 3 szervezet koordinálja, a Háttértársaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület, de ez egy viszonylag laza együttműködés keretében történik. Mindenki beküldheti a programját, civil szervezet, informális csoport, magánszemély, előadást, beszélgetést, workshopot, filmvetítést, kiállítást, stb. És akkor ezt a szervezőcsapat elbírálja, és igyekszünk mi igazából közvetíteni, hogy mondjuk helyszínbe segíteni, hogy ne nagyon ütközzenek egymással a programok, de hogy mindenki maga szervezi meg a programját. Totál megdöbbentem, mikor Orbán Viktor miniszterelnök úr, 2021-ben éppen utaztam ki, úgy nyilatkozott, hogy hát a homoszexualitás és a pedofília kapcsolata az nagyon bonyolult ügy. Hát mondom, ugyanolyan bonyolult ügy magamban, mint a heteroszexualitás és a pedofília. Szerintem küzdeni úgy lehet a legjobban, ha minél jobban magunkat megmutatjuk a többségi társadalomnak, hogy tisztában legyenek azzal, hogy pontosan mit is jelent LMBTQ, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszexuális embernek lenni,
hogy mennyire nincs köze ennek semmiféle szexuális zavarokhoz, vagy perverziókhoz, mint például a pedofília, és azt is talán meg kellene üzennünk, hogy bizony vannak, akiknek kellene a saját portájukon söprögetniük inkább, mint a mi portánkon. Emelt feje büszkén szerintem vállaljuk föl magunkat, és beszéljünk, kommunikáljunk nyíltan. És ne vegyük magunkra azt, amit ők mondanak. Azért nagyon fontos a történelmi hónap, mert ez egy fontos jelentőségű a láthatóságnak, LMBTQ emberek láthatóságának, mert mai napig vannak ebből problémák így a közbeszédbe is, és nem elég soha érzékenyíteni eléggé az embereket, mindig kell foglalkozni ezzel a témával. Az, ami most történik, az egy aljas gazemberség. Erre nem tudok más mondani. Egy aljas gazemberség, amit ez a politikai hatalom ma itt üz velünk, ahhoz, hogy hatalomba kerüljön, hogy ne kelljen beszélni fontos kérdésekről, ne kelljen egészségügyről, oktatásról, az innen ezekből a szektorokból történő pénzkivonásokról ne kelljen beszélni, hogy pusztul az oktatás, az egészségügy, hogy megtartsa a szavazóbázisát, hogy hatalomban menjen, hogy létrehozza a nemzeti középosztályt, vagy vazallus rétegét, ehelyett bedobja a bevándorlókat, bedobja a melegeket, és beteggé, pedofilé, nem tudom, miben próbál bennünket nyilvánítani. A megnyitón ugye én fogom magát a programot vezetni, tehát a megnyitónak én leszek a házigazdája, ahogyan tavaly is. A szervezők között első körben a kommunikációval foglalkoztam, a kommunikációs csoportban dolgoztam, illetve hát most az idén én nem szervezek programot, azt most kihagytam, de hát nyilván a programokon, amelyiken csak tudok, ott leszek, és akkor ott egyrészt képviselem a szervezőket, meg teszem, amit ilyenkor tenni kell. A szervezés során pedig hát mindenki csinált mindent, tehát a társszervezetek megkeresésétől kezdve, a támogatók keresésén át, egészen a programok össze, hogy a programtervnek az összerakásáig mindenki foglalkozott mindennel. Nem félek már a sötétben, nem kell, hogy bárki kísérjen, nem kell, hogy hozzám szóljon valaki, vagy megfogja a kezem. Nem képzelem el, milyen lenne, ha más hangját hallanám. Az éjszakában, sötét szobában megtörne a körforgás. Az a úton este felé villognak a szirénák, az éles hang a húsomba vág, egyedül megyek tovább. Úgy család senki más, üresek az utcák, sípolnak a füleim, csendesen suttogok, senki nem válaszol. A honlapunkon, az lmbttörténetihonap.hu weblapon kint van mind a 40 program, a Facebook oldalunkon is megtalálható, valamint az összes programhelyszínen, és néhány LMBTQ barát helyen pedig ott van a programfüzet, ami egyébként PDF-ben a honlapunkon is lehet letölthető. Mindenkinek ajánlom. Egyrészt aki érintett, tehát aki az LMBTQ közösség tagja, nekik mindenképpen. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy megismerjenek új embereket, és eljussanak olyan programokra, ahol önmaguk tudnak lenni, és biztonságos térben tudnak létezni. Ez szerintem nagyon fontos, illetve hát a támogatóknak is, mert szerintem soha nem lehet eléggé edukálni az embereket, az se, aki érintett, és az se, aki pusztán csak szeretne támogatni minket, és magát a közösséget. Tehát én azt gondolom, hogy az LMBT ellenes háború ellen, amit ellenünk vívnak, nem csak, tehát sokféleképpen fel lehet venni a kesztyűt, úgymond, tehát hogy az is fontos, hogy politikai szintéren mondjuk az LMBT barátpártok reagálnak dolgokra, tüntetéseket szervezzenek, jelen legyenek. Az is fontos, hogy a civil szervezetek, a jogászok reagáljanak adott dolgokra, de szerintem az is fontos, hogy a kultúra területén is hallassuk a hangunkat, mert tehát gyakorlatilag ez az LMBT ellenes kultúrharc, ami folyik Magyarországon, az nem csak a politikai, jogi szintéren zajlik, hanem mindenhol. Tehát, hogy ha arról van szó, hogy egy moziban lehet-e LMBT filmet vetíteni, egy könyvesboltban lehet-e olyan könyvet árulni nyíltan, fólia nélkül, ahol nyíltan LMBT emberek karakterek vannak. Tehát mindenhol zajlik ez a kultúrharc, és szerintem fontos, hogy a kultúra területén is hallassuk a hangunkat, és hogy,
ott sem maradjunk csendben. A legfontosabb szerintem a kiállás, a láthatóság, tehát hogy megmutassuk, hogy az LMBTQ közösség tagjai itt vagyunk. Erről szól az LMBTQ történeti hónap is, hogy ez mindig is így volt, tehát hogy a társadalom részei voltunk a középkortól napjainkig. Ezt jelenítik meg a programok különböző történelmi korokban, illetve földrajzi helyeken. Szóval fontos megmutatni, hogy itt voltunk, itt vagyunk és itt leszünk.